A két szervezet közösen jelent meg Tolna vármegye különböző élővizeinél. Az akcióban bevetették a rendőrségi drónt, amely felülről pásztázta a környéket. Ahol horgászokat láttak, oda autóval vonultak. És az egyik horgász ellenőrzésekor a kollégám azt észlelte, hogy a horgász elég furcsán viselkedik. Ezért a férfit kikérdezték, aki végül bevallotta, hogy ő kábítószergyanús anyagot fogyasztott. Ezt alátámasztotta az is, hogy a horgász felszerelése mellett egy kábítószer fogyasztásához használatos eszközt is találtak munkatársaink. A férfi ruházatát átvizsgálták, ekkor találták meg a fehér színű kristályos anyagot. Emiatt a férfit előállították további mintavételre, amely során megerősödött annak gyanúja, hogy feltehetően ő korábban kábítószert fogyasztott. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság az ügy vizsgálatát átadta a szekszárdi rendőröknek, és a férfival szemben kábítószer birtoklása vétség miatt büntető eljárást indítottak. A halászati ellenőrzések tovább folytatódnak az idei évben, több alkalommal fogják az élővizeket meglátogatni a rendőrök és a halászati őrök.